A Borsodoboz Zemplé megyei rendőrfőkapitányság tevékenység irányítási központjába 2013. július 17-én valamivel évfél előtt érkezett lakossági bejelentés, miszerint megy a szó egyik utcájának osztopáról ismeretlen személyek az adatkommunikációs kábelt levágták, és abból több száz métert elloptak. Az eltulajdonított vezetékek közt volt optikai koax, egyedül a feszültség alatt lévő villanyvezetékek maradtak érintetlenek. Az elkövetők cselekményükkel 38 településen összesen 353 telefon, 1300 internet és 2258 kábel TV szolgáltatást, valamint a Gibárti erőművet az áramszolgáltató több alállomásán tették működésképtelenni a kommunikációt. A bűnözők közel másfél millió forint kárt okoztak, és a javítás idejére 18 órán keresztül 4000 előfizetőnek kellett nélkülöznie a különböző telekommunikációs szolgáltatásokat. A bevezetett forró nyomos intézkedések eredményeként a szerencsi rendőrkapitányság nyomozói mindkét feltételezett elkövetőt azonosították, és a bejelentéstől számított 16 órán belül elfogták. A rendőrök az ügyben végrehajtott házkutatáskor megtalálták és lefoglalták az eltulajdonított vezetékeket. A szerencsi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya a 22 éves P. Dezső és 18 éves B. István megyasszói lakosokat kisebb értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás és közérdekű üzem megzavarása büntet megalapoz gyanúja miatt bűnügyi űrözetbe vette. A gyanúsítottak beismerő vallomást tettek, a rendőrség előterjesztést tett az ügyészségnek előzetes letartóztatásuk indítványozására. A vádhatóság kezdeményezte a gyanúsítottak előzetes letartóztatását, amit a Miskolci Járásbíróság nyomozási bírója július 22-én 30 napra elrendelt.